Óvatosan, a biztonságot szem előtt tartva kezdte a meccset mindkét csapat, és ez a hozzáállás jellemezte az egész első félidőt. Komoly helyzet egyik oldalon sem alakult ki, a kapuk nem forogtak veszélyben. Az 57. percben megszerezte a vezetést a házigazda, egy szöglet után kifejelt labdát, Kónya lőtt kapura, a labda pedig a jobb alsó sarokban kötött ki. A gól után a Kisvár a támadó játék aktívabb lett, így viszont fellazult a hátsó alakzat. Ezt használta ki a Spari a 71. percben, Rudolf szerzett labdát az ellenfél tér felén, majd középre gurított, az érkező Takás pedig nem hibázott. A Kisvárda a 78. percben járt a legközelebb a gólhoz, Vári lövése azonban a kapufát találta el, így maradt a 2-0-ás eredmény, ami azt is jelentette, hogy megszakadt a várdaiak 11 meccses veretlenségi sorozata. Az első félidő, ahogy itt a kollégám is említette, elég komoly taktikai csatát hozott, egyáltalán nem szép játékot. Az a második fél időben egy-két dolgot átbeszéltünk, egy pici kis változást is csináltam a csapaton belül, a Rudit széléről betoltam középre egy ilyen árnyékéknek, hogy szabadabban tudjon mozogni. Ettől függetlenül volt egy 5-6-8-10 percünk, amikor ott voltunk a kapu előtt, és egy ilyen lecsorgó labdát, azt mondom, hogy nagyon szépen elrugott a Kónya. Én úgy gondolom, hogy ez volt a döntő pillanat, mert ezen a mérkőzésen aki az első gólt rúgja, illetve aki gólt rúg, a másiknak mást kell játszani. A vendégek szakmai igazgatója Révész Attila szerint a motiváltabbnak tűnő nyíregyháziak megérdemelten tartották otthon a 3 pontot. Talán a 2-0 egy picit túlzó, de az akarati tényezők összességében azok a nyíregyháza mellett szóltak. Nálunk több játékos mentálisan nem bírta ezt a tervet elviselni, ez azért volt jó, mert megbizonyosodtunk róla, hogy ezek a játékosok a későbbiek során nagy csatákban nem tudnak a javunkra lenni, és ezért a következő igazolási szezonban bizony meg is kell lépnünk a váltást. Hát az egyik nagyon fontos poszt, amely a szezonban már rengeteg problémát jelentett nekünk, a kapusposzt. Mondhatom, hogy a kettő kapus közti különbség azért most jelentős volt, mind a két oldalt fiatal kapusát. A mi kapusunk az azért sorba viszi a meccseinket elfelé, de azért nagyon sokszor kihúzzuk kapura lövés nélkül, most nem sikerült. És ezzel együtt összességében megérdemelt a nyíregyháza sikere. Gratulálok is nekik. A forduló további eredményei a következők: Vác Szigánt 2-0, Grosics Akadémia Szolnok 0-0, Ceglét Sarossár 2-3, Moson Magyaróvár Békés Csaba 0-0, Dorog Puskás Akadémia 0-1, Balmazújváros Budaörs 3-1, Zalaegerszeg Szeged 1-0, Siófok Sopron 1-1, és Csákvár Kozár Misleny 1-2. A tabella élén a Puskás Akadémia áll 72 ponttal, megelőzve a 63 pontos Balmazújvárost és a 62 pontos Kisvárdát. A Nyíregyháza Spartakusz 45 ponttal a 12. helyen várja a folytatást.